Köszöntöm újra szeretettel a hallgatókat, a mikrofonnál Vas Judit. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de Egerben működik a Gyémántút buddhista közösség. Szeretettel köszöntöm a közösség egyik tagját, Csanálosi Gábort, akivel majd arról beszélgetünk, hogy egyáltalán mióta él Egerben ez a közösség. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget és a meghívást. Nos, kedves Gábor, ha jól tudom, ez a közösség nem csak Magyarországon, hanem világszerte él, és ehhez kapcsolódtak be önök, de pontosan mikor? De Eger mióta tagja a Gyémántút közösségnek? Igen, hát a világ számos országában, szerintem több mint 100 országában van jelen ez a közösség, és Európában 480 centrummal rendelkezünk. Magyarországon először a rendszerváltás környékén jelent meg ez a fajta buddhista közösség. Nagyon szerencsések vagyunk mi magyarok, mert már korábban is nagyon komoly hagyományai voltak a buddhizmusnak Magyarországon. A legelső centrum az Budapesten volt, természetesen a második az Veszprémben, és a harmadik 1993 óta működik Egerben, úgyhogy már 30 évesek vagyunk, és 30 éve működünk itt Egerben. Akkor pont jókat találkozunk jubileumi évben. És mindig a város különböző pontjain béreltünk helyet a közösségnek, attól függően, hogy mekkora volt éppen az aktivitás, volt-e bentlakó, vagy nem volt bentlakó. Most jelenleg nincsen bentlakó, egy úgynevezett kulcsos centrumot használunk, ez a Címesterek udvarában található. Minden szerdán és pénteken nyilvános vezetett ülő meditációt tartunk, bárki nyilvánosan ingyenesen bármikor látogathatja. Nem kell a közösség tagjának lenni. Nem szükséges. Bármikor be tudnak jelentkezni személyesen, és akkor 7 órától van a közös meditáció. Ez egy 20 perc, fél órás ülő meditáció, vezetett meditációt jelent. Hány tagja van az EGRI közösségnek körülbelül? Nem tudok olyan egyszerűen válaszolni. Többféleképpen lehet nézni. Akik rendszeresen bejárnak gyakorolni legalább hetente egyszer a centrumba, az egy olyan 10-15 fő. A nagyobb közösség az akár azt mondom, hogy akik már megfordultak, és néha-néha visszatérnek, az egy olyan 30 fő. És van még szerintem egy 10-20 fő, aki itt találkozott először a buddhizmussal, és utána az élet máshova sodorta, házasság, munka, vagy egyéb dolgok miatt, és mondjuk Budapesten, vagy külföldön. Mik egyébként a legfőbb célkitűzései a közösségnek? Erre van egy számomra nagyon kedves tanítás az egyik tanítónktól. Szóval a mi elsődleges tanítunk, ő Láma Hollenidál, ő egy dán úriember. A fő célunkat úgy tudnám megfogalmazni egyszerűen, ami nagyon rávilágít, hogy hogyan állnak a dolgokhoz, hogy azt mondták egyszer, az egyik tanítója azt mondta, hogy háromféleképpen lehet egy embernek segíteni. Ha ételt adunk neki, akkor aznapra tudunk neki segíteni. Ha tanításban tudjuk részesíteni, akkor egész életére tudunk neki segíteni. Ha megismertetjük Buddha tanításaival, és a tudat természetével tudjuk kapcsolatba hozni az embereket, akkor nem csak ebbe az életbe, hanem a következőkre is tudunk neki segítséget nyújtani. Leginkább a tanítónknak a magyar nyelven elérhető könyveit szoktuk ajánlani, mert ingyenesen elérhetőek online, valamint ugye fizikális formában a könyvtárakba, vittünk be példányokat, úgyhogy ott is hozzá tudnak férni, és mi pedig a módszereket, amiket megkaptunk és gyakorlunk, azokat tudjuk ugye nekik megmutatni. Nagyon fontos, hogy ez a Gyémántút, ez nem csak egy kitalált név, tehát hogy ez arra utal, hogy ezek olyan fajta tanítások, amiket csak könyvekből nem lehet fenntartani és feléleszteni. Tehát, hogyha eltűnne az összes buddhista a földről, és csak a könyvek maradnának, akkor a kisutat és a nagyutat azt újra lehetne használni, és tudna segíteni az embereknek, a Gyémántútat, az egy élő átadás, azt nem lehetne. Az egyenesen Buddhától folyamatosan napjainkig fenntartott tanítások összességét jelenti. Ugye különböző szinteken tanított Buddha, 45 éven keresztül taníthatott, és a kor magas szintű gondolkozóit taníthatta, és különböző fajta emberek jelentek meg, akik ugye szerettek volna változtatni a dolgokon, mert érezték, hogy vannak problémáik. És ugye különböző szinteken tanított, és a különböző szinteken is, ugye más szempontból nézve, az különböző embereknek különböző dolgokkal volt problémája. Valakinek a zavarodottsága, valakinek a ragaszkodással, valakinek a haraggal volt legfőbb problémája, és ezekkel kapcsolatosan adott különböző szinteken tanításokat. És a kisút
itt azt jelenti, hogy igazából az, hogyha valaki csak önmagával akar foglalkozni, a saját maga szenvedését akarja megoldani, azt akarja elkerülni, és itt nagyon egyszerű dolgokat tanít, semmi bonyolult vagy túl komplikált dolog nincs. Mi is használunk ilyen kifejezéseket manapság is más népi bölcsességek, mint például a ki mint vet úgy arat. Tehát, hogy alapvető egyszerű dolgokat, hogyha megért az ember és elfogad, hogy hogy működnek a világba, akkor el tudja kerülni a szenvedést. Ugye a ki mint vet úgy aratnál is fontos megérteni, hogy nem akkor aratunk, amikor vetünk. Tehát, hogy azért van egy bizonyos idő, ami eltelik, és az emberek ezt sokszor nem tudják elfogadni és átlátni, hogy ugye azok a dolgok, nem amik... türelmesek? Nem is erre gondoltam. Tehát, hogy az eredményeket nem mindig értik, hogy miért történik valami velük. És nem tudják elfogadni, hogy ezt önmaguk teremtették, ezt a feltételt, ezeket a magukat, ők maguk ültették el. Még nagyon alapegyszerű szinten sem. Így működünk, tehát, hogy lehet, hogy már, sőt, valószínű, én például nem tudom, hogy egy hete mit ettem reggelire. Tehát elfelejtünk nagyon sok mindent, amit teszünk, amit mondunk, és utána meglepődünk, hogyha valami rossz dolog történik velünk, és megkérdezzük, hogy miért. Ugye ez egy kis útnak nevezett tanítás. De ennek az a lényege, hogy engem arra döbbent rá, hogy én vagyok az okozó? Igazából nem. Arra döbbent rá, hogy én vagyok az okozó, és mivel én vagyok a saját sorsom kovácsa, ezt ami problémáim vannak, azt meg tudom oldani. Tehát, hogy kezembe tudom venni a sorsom, és én tudom irányítani. Tehát nem egy reménytelen áldozat vagyok, akinek el kell tűrnie, és el kell fogadnia, hogy ő rá már pedig szenvedés vár ebbe a világba, és hogy ezt így kell megélni. Tehát nem másokat okolok, és nem másoktól várom a megoldást. Így van. És egy nagyon nagy szabadság, hogy mostantól ugye én tudom irányítani a saját sorsom. Uh-huh. És nem azonnal fognak jönni az eredmények. Tehát, hogy nagy lelkesedés, és akkor neki kezdünk valaminek, hogy akkor majd mostantól mindent jobban csinálunk, és akkor mégis történnek még rossz dolgok. Igen, mert időtlen idők óta, ugye a buddhizmus szerint időtlen idők óta csináljuk ezeket a nagyon vegyes dolgokat. Csinálunk néha jó dolgokat, néha rossz dolgokat. Alapvetően nem gonosznak gondoljuk az embereket, hanem van egy alapvető nem tudásuk, amikből erednek ezek a dolgok, hogy hibákat követnek el, és nem azért, mert rosszat akarnak, hanem azért, mert keresik a boldogságot csak ott, ahol az nincsen, mulandó dolgokban. És ezáltal ugye hibákat követnek el. A nagy úton, amit még említettem, ott ugye már több energiája van az embereknek, ott már azt mondják, hogy ez így nem lesz jó, hogy csak magammal foglalkozok, ott rádöbben az ember, hogy nem tud úgy igazán boldog lenni, hogy a körülötte lévő emberek nem boldogok. Vannak szeretteink, hozzátartozóink, és szeretnénk, hogyha ők is könnyebben és jobban élnének. Tehát ott felerősödik nem a magamon való segítés, hanem mások segítése. Igen, igen, ott már több bölcsesség van az adott gyakorlókban, és megjelenik egy nagyobb együttérzés is. Ezek által a tanítások és gyakorlatok által még nagyobb ilyen időtlen emberi értékek jelennek meg, és fejlődnek ki, mint például a türelem, amit említett, vagy a nagylelkűség. Mindenkinek, én azt vettem észre az életem során, hogy mindenkinek fontos az, hogy szeretne nagylelkű lenni, de nem feltétlenül tudja, hogy mikor lehet ezt megtenni. És ugye itt kell ez az egyensúly, hogy az együttérzés és a bölcsesség egyensúlyban legyen, hogy tudja, hogy mikor és kivel lehet nagylelkűnek lenni, és hogy mikor kerülnek jó helyre a dolgok. És ehhez kell a bölcsesség is, nem csak az együttérzés. És a gyémántút? A gyémántúton alapvető bizalma van az embereknek már afelé, hogy önmagukban is rendelkezzen ezzel a buddha természettel, hogy ők is buddha soha nem is különböztek a lényegi szinten. És ott a tanításoknál már az jelenik meg, hogy tudatában vagyunk a dolgoknak, amik történnek, de nincsenek ránk negatív hatása. Látjuk a különböző érzelmeket, ahogy megjelennek, játszadoznak a térben, játszadoznak bennünk, és hogy ezek feltételekből állnak össze, mulandóak, tehát nincsen bennük semmi lényegi, tartós, megváltoztathatatlan, és ezáltal nem kell őket annyira komolyan venni, mert hogy csak egy film, és nem a film a lényeg, nem a képek a lényeg, hanem a tapasztaló, ami mindezt tapasztalja, és maga a tapasztalás, hogy mennyi minden megjelenhet a tudatban, ennek a gazdagsága minden egyéb jelenséget, ami megjelenik, azt felülír. Talán így lehetne jellemezni, hogy ezen van a fókusz. Itt még egy picit, mert ezt a mondatot nem értettem. Tehát, hogy csak gyakorlati példával. Igen. Mondjuk nem vagyok buddhista, akkor én a haragomat,
hogy tudja az ember feldolgozni, ugye általában hozott minták alapján, tehát családban elszenvedett haragi minta alapján, párkapcsolatban, stb. Tehát azok a tapasztalatok, amiket eddig éltem. De valószínűleg ezek nem jók, mert mindig újra-újra belekerülök, nem tudom kezelni a haragot. Ezért kell egy új tapasztalás, amit önök által tanulok meg, ami abban segít, hogy teljesen más szemlélettel megtanuljam elhárítani magamtól ezt az érzést. Igen, ez a kis úton. A harag ez egy nagyon jó példa. Arra szokták mondani, hogy a legpusztítóbb zavaró érzelem, és legjobb elkerülni. Ha már nem tudjuk elkerülni, jobb hidegen tálalni, vagy hidegen fogyasztani. Megint csak a tanítómtól hoznék egy példát, és akkor az jobban meg lehetne érteni. Tehát a kis úton elkerüljük az olyan helyzetet, ahol haragossá tudunk válni, mert tudjuk, hogy mi ott haragossá válunk. A nagy úton már van annyi megértésünk, hogy miért és hogyan keletkezik, és ott jó kívánságokat is teszünk az adott ügy érdekében, hogy ez ugye kezelni tudjuk. Mi megértéssel vagyunk mások felé, nagyobb megértéssel és elfogadással. A gyémánt úton pedig úgy mondta mindig a tanítunk, hogy üres házba engedjük a tolvajt. Tehát, hogy látjuk, bejön, megjelenik a tudatunkban ez az adott érzés, de nem adunk neki energiát. És egy idő után elveszíti az energiáját, és mindig egyre gyengében és gyengében tud visszatérni. Tehát nincs ami, amihez kapcsolódjon bennünk. De ehhez, hogy így tudjunk reagálni, így tudjunk a jelenségeket tapasztalni, ehhez szükségesek a gyakorlások, a különböző módszerek és az évek. Tehát nagyon gyors változásokat, nagyon mély átformáló tapasztalatokat ígérnek a buddhizmusba, de ez ugye itt évekről van szó. Mert ugye ahhoz képest, hogy ezek a érzelmek időtlen idők óta terhelnek minket, és mindig problémákat okoznak, ahhoz képest, hogy egy 10 meg 20 év energiát fektetek bele, hogy én most elkezdek ezzel dolgozni, az szinte semmi. De egy émántúton azt mondjuk, hogy nyugodtan megjelenhet, mert már annyit gyakoroltam, hogy látom a valós természetét, hogy nincsen valós természete. Ez egy bizonyos feltételeknél összeállt dolog, ami megjelent, és el fog tűnni. Ez nem egy tartós, állandóan jelenlévő dolog. Időről időre megjelenik, megvannak az okai, hogy miért, de nem adunk neki energiát. Tehát, hogy nem is kell elkerülni feltétlenül az adott szituációt, csak más szemlélettel látjuk. Mint egy elefánt, aki tudja, hogy ott van a talpában a tüske, de nem foglalkozik vele, mert olyan vastag a bőr, hogy tudja, jelen van, de nem ad neki energiát, nem kell vele foglalkoznia, mert nem zavarja. Tudja, hogy ott van, de nem zavarja. Tehát el kell fogadnom, hogy ember vagyok, tehát haragudhatok, és haragudni is fogok lehet. Csak nem szabad ezt táplálni. Így van. Tehát, hogy nem érdemes be még több energiát rakni. Mert hogy nem egy olyan dolog, nem egy olyan tapasztalás, ami kellemes, ami jó, tehát, hogy nem rakunk bele még több időt és energiát. Alapvetően ugye ez, hogy minél kevesebb energiát rakjunk egy olyan fajta szemléletbe, ami hosszú távon, de rövid távon se sosem működött. Úgy szokták mondani, hogy ugye 5 alapvető zavaró érzelmem van, és 84 ezer különböző féleképpen jelenhet meg ez a tudatba, és ezek folyamatosan mindenkinél mindig megjelennek. És ez egyébként mind bölcsesség, csak mi nem így tapasztaljuk. És a buddhista módszerek arra valók, hogy megmutassák ezt, hogy átformáljuk ezt a tapasztalatot, hogy ezeket bölcsességként a tudatban megjelenő különböző szintű és különböző fajta bölcsességekként, ahogy megjelennek bennünk. Igazából ez lenne a lényege. Az összes tanításnak, az összes gyakorlatnak, hogy ahogy gyakorlunk, ezt tapasztaljuk is. És melyik ez az 5? Ugye a nem tudás alapvetően ebből ered minden más egyéb problémánk. Ugye a nem tudásból megjelenik később ugye az én illúziója, ami által megjelenik a ragaszkodás, a vágy. A be nem teljesült vágyakból majd később megjelenik a harag. És akkor ugye még ez emeli a 3 alapvető méreg mellé, ott még megjelenik az irítség és a büszkeség. És ugye akiket nem szeretünk, és haragszunk rájuk, őket nem szeretnénk boldognak látni. És az alapvető büszkeség is az, hogy én jobb és másabb vagyok, mint mások, és ugye nekem ez meg ez jár, és én erre vágyok. Úgyhogy ez az 5 alapvető zavaró érzelem, amikkel mindig is valójában minden problémánkat okozta, de ezek különböző bölcsességek. Úgy szokták mondani, hogy például a harag az a tükörszerű bölcsesség.
ami megmutatja azt, hogy ahogy a dolgok valójában vannak, anélkül, hogy bármit hozzátennénk, vagy elvennénk belőle. Még a zavarodottság is igazából egy bölcsességnek megnyilvánulása, ez az intuitív bölcsesség, amikor intuitíven, térben jelenlévő információ alapvetően tudjuk, hogy mi, hogy van, a dolgok hogyan működnek. De amikor ezek nem működnek, mert el vagyunk komásulva, nem látjuk, a tudat nem látja önmagát, mindent lát, de önmagát nem. És ehhez kell egy tükör, a módszerek azok a tükör, ami megmutatja, hogy hogyan is működik valójában a tudat. Ekkor tudnak megjelenni ezek a bölcsességek, amikor ezek a módszerek a tükröt tartják a tudat elé, és látja, hogy hogyan működnek időről időre ezek a különböző érzelmek, és akkor ezek meg tudnak jelenni bölcsességként, és olyan elemi erővel hatják át a tudatot, hogy egyre több szinten nő a tudatosság, és szabadulnak fel a különböző képességek, mint a félelem nélküliség, az együttérzés és a bölcsességek. Lehet, hogy hülyeséget fogok kérdezni. Nem, biztos, hogy nem. Tehát meg kell tanulni nem táplálni energiával ugye a negatív érzelmeket. De egy buddhista tudja-e táplálni energiával a pozitív élményeit, vagy a pozitív érzéseket esetleg még jobban? Vagy van erre egyáltalán szükség? Igen? Igen. Vannak ilyen meditációs praktikák is, hogy nem csak egy embert képzelünk el magunk elől, úgy gondolunk az egész meditációban töltött időnkre, hogy mások is velünk együtt végzik ezt a pozitív gyakorlatot, de mondok egy sokkal egyszerűbb és megfoghatóbb dolgot, ami nekem az első tanításon, amire utaltam, hogy olvastam már róla korábban, de azt hittem, hogy értem, de mégse volt. Csak egy felszínes megértés volt, csak nem volt mélysége ennek. De hogy kifejtette nekem a tanító, ott az adott helyzetben sokkal mélyebb megértésre tettem szert, és sokkal nagyobb megértés és elfogadás alakult ki bennem azonnal mások irányába. Korábban úgy voltam vele, hogyha valakinek valamit el kell magyarázni, az már régen rossz, akkor az nem fog tudni működni, ha magától ő azt nem érti. És ekkor döbbentem rá, hogy én egy nagyon alapvető, egyszerű dolgot nem értettem meg, pedig már többször olvastam a buddhista tanítások között, és ahogy elmagyarázták nekem, igazából akkor sokkal nagyobb megértésre tettem szert, amire korábban nem azt mondom, hogy teljesen megértettem, csak hogy nagyobb megértésre tettem szert. Ez pedig a négy mérhetetlen kívánság közül az első. Az pedig az, hogy legyen minden lény boldog. Alapvetően ugye ez egy nagyon szépen hangzó dolog, olvastam én is könyvekbe, de úgy jól hangzott. De semmi olyan nagyobb mélysége nem volt számomra. Amikor a tanító elkezdett erről beszélni, amikor életemben először voltam egy ilyen tanításon, akkor igazából ilyen kérdéseket tett fel, hogy tudod-e, hogy hány gondolatod volt a mai nap? Fogalma nincs az embernek, ugye minden pillanatban számtalan gondolat cikázik a fejében, mit kell még vennem, mit kell elintéznem, mit nem intéztem el, mi lesz ezzel, hogy lesz az, kit nem hívtam fel. De össze se tudja számolni az ember, hogy egy pillanatban mennyi minden fut át a fejében. És ugye a következő kérdés az volt, hogy alapvetően azért vagy itt egy ilyen előadáson, azért érdeklődsz és keresel valamit, mert hogy boldog szeretnél lenni, hogy valami boldogságra vágyik az ember, és általában ugye ezt kívül keresi, és hogy valami nincs rendben, és hogy ugye mindenkinek ez az alapvető célja, mindennek ez a mozgatórugója, hogy boldog szeretne lenni, és tartós boldogságot szeretne, mert ami nem tartós, az nem boldogság valójában, mert az csak szenvedéssel jár. És amikor ez így végig lett sokkal egyszerűbben és érthetőbben ki lett számomra fejtve, hogy alapvetően mindenki boldogságra vágyik. Azt se tudod, hogy mennyi gondolatod volt egy nap, de hogy ha mindenki erre vágyik, akkor kívántad már valaha bárkinek is azt, hogy igen, persze, hogy kívántam, miért ne kívántam volna. Saját szüleimnek, családtagjaimnak, jó barátaimnak nagyon nagy mérhetetlen boldogságot. Igen. De hogyha mindenki erre vágyik, akkor gondoltad már valahol azt életedbe, hogy legyen minden lény boldog? És belegondoltam, hogy igazából én soha életembe nem kívántam ezt, pedig mindenki erre vágyik. És hogy ez olyan alapvető és egyszerű, és teljesen mély átformáló erővel járó gondolkodásmód, hogy teljesen mindegy, hogy mi ezt el tudjuk-e képzelni, vagy nem, az alapvető hozzáállásunkat teljesen megváltoztatja. Hogy én addig egész életem során nem kívántam azt mindenkinek, amire mindenki vágyik. Pedig megszámolhatatlan végtelen sok gondolatom volt, és egy jó embernek, és egy értelmes embernek gondoltam magam. És mégse kívántam mindenkinek a
határtalan boldogságot. Pedig mindenki erre vágyik. Miért ne tehetném meg? És ez a gazdagság, hogy ezt megtehetem, és ez a hozzáállás, hogy egy ilyen alapvető dolgot is még nekem így el kellett magyarázni, ez teljesen átformálta az életemet. Hogy egy ilyen egyszerű kívánság. És ez nagyon nagy mértékben a buddhizmusban, ugye ez még csak a nagy út szintje. És hogy az ilyen erőteljes átformáló erővel bír, ez ugye teljesen megváltoztatta szinte mindenhez a szemléletemet. Sokkal nagyobb türelmem lett mindenki irányába, sokkal nagyobb megértésem. Ha valaki valamit nem értett, és valamit el kellett neki magyarázni, ez volt az első tanítás, amit kaptam, és nekem ez mindig egy nulla pont, egy origó lett, amihez akarva, akaratlan, és önként, spontán ugye visszakapcsolt a tudatom, az emlékezetem, hogy mennyire megváltoztatott, és hogy mennyire más az, hogy csak magamra gondolok, vagy néhány számomra fontos embere, vagy úgy gondolok, hogy igazából mindenki erre vágyik, és akkor mindenkinek ezt kívánom. Teljesen átformálja a lehetőségeket, a dimenziókat, hogy miben gondolkozik az ember, és ez nagyon nagy löketet ad, nagyon nagy energiát mindenféle munkához az életben, amit el akar az ember végezni, magához a meditációhoz is. És mindig minden meditációt így végzünk, és így fejezünk be, hogy az összes jó benyomást, amit megjelent, felajánljuk minden lény javára azért, hogy találkozhassanak azokkal a tanításokkal, és hogy megismerhessék a tudat természetét, mert ez a belső lényegiségünk az, ami folyamatosan tudja a legmagasabb szintű időtlen boldogságot tapasztalni. Semmilyen külső összetett dolog nem tud tartós boldogságot adni, mert ezek mulandó dolgok, és a mulandó dolgok ugye egy bizonyos ideig, egy bizonyos élethelyzetben tudnak számunkra segíteni, de ugyanakkor ugye szenvedéssel is járnak, mert ugye el fognak múlni, és el fogjuk őket veszíteni. Na és az EGRI közösségben melyik út tanításai vannak jelen úgy a mindennapokban? Tehát, hogy itt most félreértelmezem, hogy ez így működik egyáltalán. Igen, tehát a gyémánt út buddhista közösség, alapvetően gyémánt út módszerekről van szó, de ugye ezek különböző szintek nem használható egyik a másik nélkül, és hogyha valaki ugye nem képes rögtön a gyémánt út módszert alkalmazni egy adott helyzetben, mert ugye... Még nincs azon a szint. Így van, tehát hogy nem gyakorolt annyit, vagy éppen pont olyan dologba fut bele, ami számára érzékeny, akkor visszább lép, és akkor a nagy út módszereit használja. A bölcsesség és az együttérzés, a jó kívánságok mások felé, a megértés, hogy nem ártani akart nekem, csak ő is problémája van, és azt hitte, hogy így fogja tudni megoldani, hogy így lesz boldog. És visszafelé pedig még egyet visszább lépve, ugye a kis úton pedig ugye, hogy elkerülöm a problémát, hogy nem megyek bele, mert tudom, hogy nem tudom kezelni, és tudom, hogy ugye karmikusan én magam teremtettem ezt a dolgot. Ugye mindig van ugye egy bizonyos szint, ahova vissza tudok még lépni, hogy akkor hogyan tudok kezelni egy adott dolgot. De ezeket a tanításokat is ugyanúgy megkapjuk és tartalmazunk, és nincsenek ellentmondások ezek között. Tehát bizonyos szinteken, bizonyos helyzetekben a bizonyos tanítások válnak be számunkra. Valaki, aki egy például tanítunk, ő mindig ugye a legmagasabb szintű szemléletet és megoldásokat és tapasztalatokat mutatja nekünk, ezért is nagyon fontos, és erről van szó, hogy élő átadás, hogy ugye látunk egy olyan valakit, hogy nem csak olvasunk a könyvbe szép, ugye mindenféle csodás dolgokat, hanem van, aki megmutatja számunkra, hogy a különböző élethelyzetekbe hogyan működik, és hogyan old meg dolgokat, hogyan reagál a különböző helyzetekre, és ez a tapasztalat adja azt a mély átformáló elővel ható bizalmat, ami későbbiekben is nagy segítségünkre van az úton, amikor ugye nehézségek merülnek fel. Uh-huh. Egyébként megmondom őszintén valahogy, úgy érzem, ez most olyan nekem, mintha egy ilyen terápia jellegű foglalkozásokra néznék be, vagy sétálnék el, hogyha fölkelti, már pedig most fölkeltette ön bennem az érdeklődést. Tehát, hogyha akár önértékelési problémám, vagy nem tudom úgy megoldani a saját és a körülöttem lévő problémákat, erre keresték választ, akkor lehet, hogy nem egy pszichiátert vagy pszichológust keresek föl, hanem egy buddhista közösséget, és lehet, hogy sőt, valószínűleg a különböző tanítási szintekkel ott is tudok magamon és másokon segíteni. Igen, bizonyos értelemben ez működhet, és ez igaz lehet. Azt szokták mondani, van egy ilyen mondás, hogy a buddhizmus ott kezdődik, ahol a pszichológia véget ér. Ó. Tehát, hogy
alapvetően persze arról van szó, hogy igen, hogyan segítsünk. Ez egy közös pont a pszichológiában, hogyan segítsünk másoknak, hogy ne legyen más emberek terhére, és neki is könnyebb legyen az élete. De ugye a pszichológiánál általában olyan emberek kerülnek kapcsolatba, akiknek problémái vannak, és nem tudnak a hétköznapi életben valamilyen problémán túllépni és megoldani önmaguktól. Itt már olyan önálló emberekről van szó, és alapvetően mindig is ez az önállóság felé terelnének a buddhizmusba is, ahol önállóvá tud már válni, nincsen másra szükség, más támaszra. Nagyon jó az, hogy közösségbe tudunk lenni és együtt dolgozni, de alapvetően a Buddha is nem hívőket keresett, hanem kollégákat. Tehát ő nem akart hívőket egyáltalán, nem akart vallást, ő kollégákat akart. De valahol mégis szükségem van a tanításokra, azokra, akik átadják ezeket a tanításokat. Természetesen, természetesen. Tehát, hogy szükség van másokra, addig, amíg megadják a tanításokat, addig, amíg megadják a gyakorlatokat, addig, amíg együtt haladunk az úton, de a végső cél az, hogy önállóak tudjunk lenni, és ne függjünk másoktól. Tehát, hogy függetlenek legyünk, és ne kelljen másokra támaszkodnunk. Uh-huh. Máshol nem feltétlen ez a cél. Tehát, hogy sőt, általában nem ez a cél, hanem az, hogy hívők legyünk, és bízzunk másokban. Mi azért gyakorlatilag vagyunk, és alapvetően eredményeket akarunk egy bizonyos rövid időn belül. Na most ez a rövid idő, ez nem egy-két hét, hanem azért kicsit hosszabb, de tapasztalat. Hogyha vallásnak nevezük, akkor tapasztalatvallásnak nevezném hitvallással ellentétben. Mm. Tehát kipróbáljuk, és hogyha nekünk ez beválik és passzol, akkor úgy is használni fogjuk. És a buddhizmusban is nagyon sokféle szint, és nagyon sokféle irányzat van jelen. Tehát, hogy pont ezért, mert az embereknek úgy szokták mondani, hogy különböző betegségeik vannak, és azokra különböző gyógyszerek a megfelelőek. Tehát ilyen példát szoktak erre mondani. Úgyhogy lehet, hogy megjelenik nálunk valaki, és utána gyakorol nálunk egy fél évet, és arra jön rá, hogy ez nagyon tetszik neki, és nagyon jó a buddhizmus, de ő inkább elmegy, és nem tudom, egy másik, teljesen más irányzat, egy zen buddhista irányzatot szeretne követni, vagy egy buddhista egyetemet végez el, és ott talál még egy nagyon gazdag lehetőségekkel teli mindenféle gyakorlatba belekóstolhat, és mindenféle tanításra ráláthat. Itt alapvetően mi úgy állunk hozzá, hogy amit tanítunk, ezt mind végigjárta kint a... Egy tanító van, bocsánat, a közösségben? Nem. De van egy fő tanítónk, aki ezeket a nyugati világba elhozta, ezeket a tanításokat. Ő Láma Ole Nidál, egy dán úriember, és a felesége együtt mentek ki Nepálban, Nászútra, és ott találkoztak a 16. gyalva karmapával, ő a kagyű vonalnak a vezetője. Ugye most jelenleg a 14. dalai láma élője, a Gelug vonalnak a vezetője. Ez a megreformált vonal, és a Karmapa volt egyébként a tanítója, mi tanítunknak, a Láma Ole Nidálnak, és ő kérte meg, hogy vigye el nyugatra a buddhizmust, és csináljon mindenhol centrumokat, hozzon létre a nyugati, független, idealista gondolkozású emberekből, akiknek erre igénye van. És ő megkapta az összes tanítást az adott vonalból, de még megkapta a Nyigma vonalból is, a régi vonalból is az összes tanítást, és ő összefoglalta és átültette mai nyugati gondolkodási mód és tudatok számára azt, hogy befogadható, és mi az, ami a Buddha tanításai közül a mai világban, a mi társadalmunkban használható. Itt is több különböző lehetőség van. Ugye vannak, akik inkább elmennek szerzetesnek, mert ők úgy gondolják, hogy nekik az való. Ez egy világi gyakorló vonal. Igazából az a lényeg, hogy ugye betudja az ember a normál, hétköznapi, hasznos társadalmi életébe ültetni ezeket a gyakorlatokat. Tehát nem elvonulunk a világ elől mindenről lemondva, mert egyrészt valószínűleg képesek se lennénk rá, másrészt ezzel nem válunk mások hasznára, a környezetünk és egyéb más emberek hasznára. Tehát itt igazából ilyen rövidebb gyakorlatokról van szó, de gyakrabban, tehát reggel, este, fél-fél óra ülő meditáció, de vannak másfajta gyakorlataink is. Tehát sokféle lehetőség van, de alapvetően ilyen kétszer fél óra, és akkor az embernek ugyanúgy lehet mellette munkahelyet, tud mellette tanulni, van családi élete, tehát hogy egy teljes életet tud élni, és amellett ugye nem esik ki a hétköznapi normál működésből. De nézzünk engem, jó? Tehát elmegyek önökhöz,
mert felkeltetted érdeklődésemet a buddhizmus, illetve ez a közösség. Hogyan zajlik a befogadásom, vagy nem tudom, lehet, hogy nem jó a szó. Tehát, hogy mi történik első alkalommal például, ha meglátogatom önöket? Igazából megkérdezzük, hogy valószínűleg ugye bemutatkozunk, és megkérdezzük, hogy hol hallott rólunk, hogyan kapcsolódott hozzánk, mert minket egyébként ez nagyon szokott érdekelni. Mi kíváncsiak vagyunk rá. Ugye többféle programot, meg aktivitást szoktunk kifejteni a világi szinten, azért, hogy az emberek, akiket érdekel, ezt tudjanak hozzánk kapcsolódni, és kíváncsi vagyunk, hogy melyik az, amelyik úgy céltér. Ez változó nagyon. Ugye szoktak lenni nyilvános tanításaink, akkor szoborkiállítást is tartottunk pár évvel ezelőtt, még Covid előtt volt, most is akartunk megint, csak most nem találtunk időben kiállítóhelyet. Voltak vendéglátóhelyeken filmvetítéseink, és korábban az egyetemen is voltak felvehető buddhista kurzus bevezetés a buddhizmusba, és jöttek le Pestről, és az ország minden részéről tanítók, akik minden héten egy-egy adott témába átadták ezeket a tanításokat. Mi alapvetően erre szoktunk kíváncsiak lenni. De most ott adottunk, hogy én megérkezem, és akkor elárulom, hogy a Heolon hallottam önöket. Van-e elbeszélgetés, vagy beszélgetés arról, hogy mit várok buddhizmustól, vagy mit tudok róla, vagy mi következik, mi lesz a következő menet? El szoktuk mondani, hogy ugye ez egy vezetett üdülmeditáció lesz, és általában úgy... Tehát én egyből majd egy meditációba csöppenek be. Igen. És alapvetően azt szoktuk mondani, hogy ugye vezetett meditáció minden információt tartalmaz, és akkor igazából ez szóbeli átadás és gyakorlás vonala, ez jelenti a kagyü vonal, és alapvetően akkor neki is ugrunk ennek, amúgy is ugye azért mennek oda az emberek, hogy meditáljanak, megkapják ezt a gyakorlatot, kipróbálják, és akkor ha van kérdés, akkor utána nagyon szívesen válaszolunk. És általában az embereknek vannak kérdéseik, mindenféle nagyon különböző magával a gyakorlattal, vagy általánosságban a buddhizmusról, ugye ő mit vár el, mire van szüksége, és mi abba tudunk-e neki segíteni, mert lehet, hogy teljesen más, és nem fogunk kapcsolódni. Nem fogunk. Tehát a meditáció után vetem föl a problémámat, hogy valójában miért keresek én most valami megoldást. Igen, mi egyből megmutatjuk, hogy mi mit gyakorlunk, mi az alapvető meditációnk, és akkor ugye azután ezzel kapcsolatban is lehet kérdés, meg ugye általánosságban is szoktunk kérdezni. Persze természetesen előtte, hogyha valaki megérkezik, és azt mondja, hogy neki ilyen meg olyan kérdései lennének, és csak azután szeretne be, akkor minden további nélkül. Tehát nincsenek ilyen nagyon között formák és dogmák, hogy már pedig ezt részt kell venni, és utána lehet kérdés feltenni, tehát lehet előtte is, de általában így szokott lenni, igen. Hogy megmutatjuk, hogy nálunk milyen egy meditáció, mert itt is nagyon sok félreértés szokott lenni ugye ezzel kapcsolatban. Itt gyémántud buddhizmusról van szó, tehát itt ugye mantrákat, ez a fogalom szerintem is ismert már eléggé nyugaton, ezeket nem kell magyarázni, hogy egy adott meditáció, az egy adott mantra tartozik, és akkor azt szoktuk ismételgetni. A végén pedig ugye, amikor befejezzük ezt a gyakorlatot, akkor minden jó érzést, amit megjelent, felajánlunk minden lény javára. És hogyha vonz, és elkezdek komolyabban érdeklődni, tehát szeretnék gyakrabban járni, akkor heti két alkalommal tehetem meg, ha jól értettem. Gyakrabban is, csak akkor az már megbeszélés kérdése, igen. Mert gyakrabban járunk be mi gyakorolni, de a nyilvános az hetente kétszer van, szerdán is, pénteken 7 órától. Tartják-e kapcsolatot a más gyémántoti közösségekkel itt országon belül? Igen, természetesen. Rendszeresen utazunk együtt, különböző külföldi kurzusokra is, tanításokra is, és Magyarországon belül is, és van egy külön elvonulási központunk is, Becskén, Nógrád megyében. Ez itt van közel hozzánk, ugye Pest és Eger között félúton, úgyhogy mi ebből a szempontból különlegesen szerencsések vagyunk. Ez mit jelent pontosan, hogy elvonulási központ? Azok a buddhisták, akik tagjai a magyar buddhista, ennek a buddhista közösségnek, nem csak a magyarnak, elnézést, tehát hogy ennek a buddhista közösségnek, ők ugye bizonyos jelképes összegé oda el tudnak menni, és intenzívebben tudnak gyakorolni. Tehát egy jelképes szállás összegé, mert ugye ott szállásra is van lehetőség, meg ott van egy megvilágosodás sztúpának nevezett buddhista építmény is, ebbe a kis 500 fős falvacskába, és ugye ez is egy ilyen világi kapcsolódási pont, ugye pont a kék túra útvonalon helyezkedik el, és egyébként jönnek-mennek ott az emberek, és belefutnak, és ott is kihelyezett információs táblák vannak. Egyébként azt szeretném elmondani a helyi közösségekkel kapcsolatban, hogy Heves megyében Egeren kívül még Gyöngyösen van egy
csoport, egy meditációs centrum, és ők is nagyon aktívak, hogyha nálunk van tanítás, jön egy például Veszprémből vagy Budapestről egy buddhista tanító a meghívásunkra, akkor ők is milyen úgy tudják szervezni a dolgokat, nagyon szívesen jönnek át, és akkor együtt töltjük azt az adott hétvégét, együtt gyakorlunk. Most például ugye van egy lehetőség, úgy néz ki, az egyik külföldi barátunk fog érkezni majd februárban, és akkor Magyarországon több centrumot látogat végig, és akkor ugye ez, akkor mi is elutazunk más centrumba, és akkor ott együtt töltjük az időt. Miből tudja fenntartani magát a közösség? Milyen bevételi forrásaik vannak? Igen, ez egy nagyon jó és fontos kérdés. Ugye fontos az átláthatóság, és ugye ez ad egy alapvető bizalmat az emberek számára, hogyha megvan az alapvető átláthatóság. A közösségnek a legnagyobb bevétele a különböző 1%-oknak köszönhető. Van a vallási felekezeteknek felajánlható adó 1%, és a alapítvány, a Tibet-Európa alapítványnak felajánlható 1%. Ezek a legfőbb bevételi forrásaink, és ugyanakkor emellett van még a tanítónknak, a Láma Holledinának a könyveinek a jogdíjából befolyó bevétel, az is a magyar buddhista közösséget gyarapítja, és vannak ugye a pártolói tagdíjak. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy például ugye az EGRI centrum példáján keresztül, mi bérlünk ugye egy adott ingatlant, vagyunk mondjuk 10-15-en, akik ugye fontosnak tartják, hogy legyen egy ilyen hely Egerben, ahol közösen össze tudunk jönni és gyakorolni, és mások is tudjanak ehhez kapcsolódni, és mi összedobjuk havonta azt a összeget, ami a bérléshez, az adott ingatlan bérléséhez szükséges, meg a rezsit ki tudjuk fizetni, és akkor így adódik össze az, hogy tudjunk működni. Ön mikor ismerkedett meg a buddhizmussal? Körösi Csoma Sándor könyveit és az élettörténeteit. Először az élettörténeteit olvastam, utána pedig neki a fordításait, és ugye engem ez ragadott meg, hogy valaki ilyen minőségekkel, ilyen kvalitásokkal rendelkezik, hogy ekkora lemondással, türelemmel, kitartással, hogy ilyen emberfeletti szuperhősnek láttam ugye az elbeszélések és a leíratok alapján, és mégse olyan távoli, tehát nem valami ókori figuráról van szó, hanem ugye 1800-as évek elején távozott, és egy nagyon nagy tisztelet övezi ugye a távol-keleten is. Ugye én például Körösi Csoma Sándor által kapcsolódtam el az egészhez, akkor kezdett el érdekelni, gimnazista koromban 10 évesen az egész buddhizmus, és akkor ugye az ő könyveibe és van a Körösi Csoma Sándor Buddha élete és tanításai című kiskönyv, abba találkoztam először Buddha tanításaival, és nagyon tetszettek, nagyon nem csak logikusak voltak számomra, hanem ilyen nagyon nagy szeretet, együttérzés, bölcsességet láttam benne is, hogy úgy vonzott, de ugyanakkor nagyon elfogadható és könnyen érthető volt számomra is. Később pedig a tanítónkkal, egy barátom hívott el egyébként egy budapesti előadására, még 20 évvel ezelőtt, 2003-ban, és ott a személyes tanítás fogott meg igazából. És én utána egy jó ideig nem gyakoroltam, de megváltoztatta az életemet. Én úgy éreztem, hogy ott az első tanításon, amit kifejtett nekem, és hogy én azt korábban már olvastam könyvekbe, de nekem akkor a fejemben logikusan összeálltak, és felfogtam, de nem jutott még el a szívembe, én ezt úgy szoktam mondani. Mit ad önnek a buddhizmus egyébként? Nekem nagyon sok mindent adott. Én sokkal nyitottabb, elfogadóbb, türelmesebb, megértőbb lettem, nem csak másokkal, magammal szemben is, az élethelyzetekkel szemben. És talán ezek nem hangzanak olyan nagy szavaknak, meg olyan átütő nagy dolgoknak, de látva magamat, hogy milyen voltam, milyen szemléletmóddal éltem, hogy mennyire átformált, és hogy mennyire máshogy láttam a világot, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok szenvedéstől kímélt meg, és kerültem el, és annyira átformált, és annyira mindent segített az életembe, hogy én is sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy buddhizmusnak köszönhetően jobb helyzetben voltam, mint amilyenben lettem volna a buddhizmus nélkül, ezáltal sokszor voltam olyan helyzetben, hogy tudtam segíteni másoknak is. Én világi dolgokra gondolva, tehát semmi egyéb, de hogy mivel értelmesebb, hasznosabb életet kezdtem el élni, jelentőségteljesebbnek láttam a dolgokat, és fontosabbnak, később ugye meglett az eredménye, és többször kerültem olyan helyzetbe, hogy,
hogy nem nekem volt szükségem segítségre, hanem én tudtam segíteni másoknak, és ez szerintem ez nagyon jó. Ezért nagyon hálás vagyok a buddhizmusnak. Hát kívánom, hogy ezt minél többen éljük meg, akár önökkel, akár más úton. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk máskor is. Önök Csanálosi Gábort és Vas Juditot hallották. Viszont hallásra!